Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Tartson velünk! Óriásira nőtt az elmúlt években az Egyesült Államokban az opioid botrány. Ez jelenleg úgy áll, hogy több nagy gyógyszergyárnak kell összesen 30 milliárd dollárnyi büntetést kifizetnie a következő 5 évben azért, mert visszásságokat tártak fel az opioid tartalmú fájdalomcsillapítók felírásában, használatában és esetenként marketingében. Ez az összeg azért ilyen hatalmas, mert 30 év alatt akár 600 ezer is lehet azoknak a haláleseteknek a száma, amelyek valamilyen módon összefüggésbe hozhatók ezekkel a szabálytalanságokkal. A Concord Podcast mai adásában erről fogunk beszélgetni dr. Zacher Gábor oxiológus főorvossal és Vágó Attilával, a Concord vezető elemzőjével. Én Vidovszky Áron vagyok, a Concord privát banki vezetője. Jó reggel, doktor úr! Szép jó reggelt, üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat! Szevasz Attila! Szervusztok! Az első kérdésem, hogy mielőtt részletesen belemegyünk a botrányba, az érdekelne, hogy milyen esetekben használunk jelenleg opioid tartalmú fájdalomcsillapítókat, illetve picit hátrébről is kezdhetjük, vagy távolabbról, hogy mi a fájdalom orvosi értelemben, amit csillapítani szeretnénk, és milyen régóta ügyez az emberiség életében? A fájdalom egyidős az emberrel, ez természetes, hiszen az ősünk is akár több tízezer évvel ezelőtt belelépett valamibe, kifordult a bokája, vadászat közben megsérült, és hát ez nagyon komoly fájdalmakkal járt együtt, ami szerintem az életünknek egy olyan része, ami alapvetően figyelmeztet, hiszen hogyha nem fájna, ugye mondjuk egy lábtörés, akkor lehet, hogy az ember próbálna még tovább menni, és ugye a történelemből az egyik legjobb példa, ugye Mucius Scaevola, ugye, aki beledugta a kezét ugye a tűzbe, hogy ott bizonyítson, hiszen neki olyan idegrendszeri degeneratív betegsége volt, ami a fájdalomérzés gyakorlatilag kiküszöbölt, és ez nagyon-nagyon nem jó, hiszen egy ilyen sérülés kapcsán, ugye, hogyha nincs fájdalomérzés, az ember nem figyel oda valójában erre az egész dologra, és akár ennek olyan következménye is lehetnek, hogy akár bele is halhat. Sőt, ugye a fájdalmunk az azért jelentős tud enyhülni esetenként mondjuk egy adrenalin löket kapcsán. Mindenkáltal jól ismert történetek, ugye a rohamozó katona, akinek esetleg az ágyugója annak idején mondjuk a napóleoni háborúkba elvitte a lábát, és ő megvágtatott tovább, és észre se vette, ugye, hogy a lábát ugye, hát elvitte az ágyugójó, ami azért valljuk őszintén egy nagyon-nagyon-nagyon komoly fájdalom. Szóval az emberiséget ez gyakorlatilag végigkíséri mind a mai napig is maga ez a fájdalom, aminélkül tulajdonképpen azt gondolom, hogy valójában nem is tudnánk élni, és itt ugye elsősorban a fizikai fájdalomról van szó, mert beszélhetünk ugye a lelki fájdalomról is, de azt gondolom most jelen esetben nem témája ugye a beszélgetésünknek, hiszen ez egy kicsit más szakterülethez tartozik. És hogy mire is használjuk ugye ezeket a gyógyszereket, hát egyértelműen az emberiség már a kezdetek óta próbálkozott azzal, hogy ezeket a fájdalmakat mivel tudja valójában csillapítani. És hát persze kezdetben csak tapasztalati tények voltak, hiszen ugye mik voltak azok, amik rendelkezésre álltak, ugye csak az a világ, amit az ember valójában ismert, és rájöttek arra például az, hogy a mágubó főzete az mondjuk kiválóan tud ugye fájdalmat csillapítani, és hát kezdhetnénk, hogy már a régi görögök is, de nem menni sokkal messzebbre, azért vissza kell menni az ébesz papírusztól kezdve, ugye sok-sok olyan nyom van, ahol már ugye itt a máknak a főzetét ugye fájdalomcsillapítóként valójában használták, és hát aztán persze később azért voltak ennek azért hátulütői is, hiszen mondjuk ezekhez a szerekhez van egyfajta tolerancia, egyfajta hozzászokás, és persze ott van a függőség is, ami azt gondolom, hogy az ember számára megint egy olyan drive, ami azért hihetetlen módon elő tudja segíteni, hogy akkor még, és hát ez viszont nagyon-nagyon komoly, elsősorban pszichopatológiai kórképhez tud valójában vezetni. De azt kell, hogy mondjam, hogy a mai gyógyítást nem tudnánk elképzelni, ugye a fájdalomcsillapítók, az opioid típusú fájdalomcsillapítók nélkül, hiszen most gondoljon bele mondjuk egy műtétet, ahol mondjuk valakinek mondjuk idézélve csak a vakbelét kell kivenni, és ott húzzák, vongálják, beledugnak valamit a hasába, fölvágják, hát ez egy borzasztó fájdalommal jár együtt. És gondolom, kinek-kinek megvannak a film élményei arról, hogy ilyenkor esetleg berugatták az illetőt, négyen-öten lefogták,
fogták, még ugye a fájdalomcsillapítás kora előtt a szájába tettek valami fadarabot, hogy harapjon arra rá, és hát pontosan ugye a sebésztechnika is, ugye még a fájdalomcsillapítás előtt iszonyan fejlett volt, hiszen mondjuk Napóleon tábori sebészei akár másfél perc alatt tudtak egy végtagot amputálni, ami azért egy fantasztikus sebészi bravúr, de hát képzeljük el, hogy azt a fájdalmat, hogy ott átvágják a lágyrészeket, a csontot fűrészelik, és utána esetleg össze is varják, vagy esetleg a még régebbi esetek közül, amikor csak idézőben csak kiégették ezeket a sebeket, hát gondoljanak bele, hogy egy izóvasat beledugnak mondjuk egy nyílütött sebbe, hogy az is micsoda fájdalommal jár együtt. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy napjainknak egy elengedhetetlen gyógyszere, ugye ezek a típusú úgynevezett major analgetikumok, hiszen vannak ugye a minor analgetikumok, amikor az embernek fáj a feje, beszalad a patikába, megveszi ezt a recept nélkül kapható készítményt, beveszi és tényleg fog rajta segíteni, de a komoly nagy fájdalmakat ezek a fájdalomcsillapítók nem tudják enyhíteni. Tehát akkor, ha jól értem, több ezer éve tudjuk, hogy az opioid tartalmú szerek azok erre tökéletesen alkalmasak, ebben nincs semmi új, de ha amennyire a botrány így kibontakozott, és azt így, amire egyébként ön is utalt egy picit, itt mindig az a kérdés, hogy utána hozzászokás hogy néz ki, és ha jól gondolom, akkor itt van a probléma, hogy erről nem volt igazán szó, hogy ezekhez az opioid tartalmú fájdalomcsillapítókra rá lehet szokni akkor is, amikor elmúlik a fájdalom, de ki mondja meg azt, hogy mikor múlt el a fájdalom? Ez egy nagyon szubjektív dolog, ugye a fájdalom, hiszen a fájdalom toleranciánk is jelentősen különbözik, hiszen van, akinek már egy nagyon kis fájdalom is nagyon komoly problémát okoz, mások pedig esetleg sokkal komolyabb fájdalmakat is, hát ha nem is minden különösebb dolog nélkül, de el tudnak viselni, és azért itt a fájdalommal kapcsolatos különböző mérési lehetőség is nem egy szubjektív dologról van szó, hiszen van egy fájdalom skálánk, és ezt mi is meg szoktuk kérdezni a napi gyakorlatban a betegtől, hogy mondjuk egy 1-től 10-es skálán mennyire érzi ezt fájdalomnak, és például mondjuk egy szívinfarktus esetében van, aki azt mondja, hogy 9-10, más pedig azt mondja, hogy 2-3, pedig mondjuk nagyjából ugyanakkora lehet valójában a fájdalom, és azért ez jelentősen különbözik, de az ember érzi azt, amikor már múlik a fájdalom, és azt mondjuk lehet mérni, hiszen mondjuk egy fájdalom alatt, amikor valakinek egy hirtelen fájdalma lesz, fölmegy a vérnyomása, megszaporodik a pulzusa, leveri őt a víz, és ezek az abszolút mérhető tünetek alapján tudjuk valójában azt mondani, akár egy műtét alatt is, hogy mondjuk mikor csökken az illetőnek a fájdalma, magyarán szóval mikor kezdenek el hatni valójában ezek a gyógyszerek. De hogy mennyire veszélyes maga ugye ezek a szerek. Én elmondok egy rövid történetet ugye a saját életemből. Én megmondom önöknek őszintén dacára annak, ugye, hogy itt én ugye azért az oxiológiának egy részterületével, ugye a toxikológiával, ugye a mérgekkel hathatósabban foglalkozom. Most már elég régóta soha az életemben nem próbáltam semmiféle tudatmódosítószert. Most az alkoholt ne vegyük ide, mert hát azt gondolom, hogy az azért egy kicsit más történet. És körülbelül egy 8-9 évvel ezelőtt nekem volt egy lágyéksév műtétem, amit egy kedves jó barátom operált meg, és egy volt csoporttársam az egyetemről, ő volt, aki altatott. És hát ugye bementem legalább a kórházba, ugye hát levittek a műtőbe, ugye én voltam az első a műtőt, akkor ott fekszem a műtőasztalon kiterítve, mondom csak, hogy mindenkinek dolga volt akkor a műtőben, hogy lássák, milyen az aherot kiterítve a műtőasztalon, és akkor jött az anesteziológus kollégám odaállt a fejem föl, és azt mondja, hát akkor kezdjük. Hát mondom, figyelj, nekem ez semmi közöm nincsen, én egy abszolút passzív munkadarab vagyok, és azt kérdezte tőlem Ádám, hogy te hogyan kezdjük? És így nézek rá nagy kikerekedett szemekkel, mondom, figyelj, most tegnap olvastál valamit a szaklapokba, valami újfajta technikát, hogy azt most rajtam akarod kipróbálni, szó nincs róla, ugye az altatásnak a bevezetése az kétféle gyógyszerrel történik. Van egy altatószer, ez egy ilyen fehér színű lé, aminek gyakorlatilag azon kívül, hogy az embert elaltatja, annak semmiféle egyéb más ilyen fájdalomcsillapító altása nincsen, és adnak mellé egy fentanil hatóanyag tartalmú, nagyon intenzív, a morfinnál kb. 80-100-szor intenzívebb hatású vegyületet, ami után jöhetnek ugye a procedúrák. Na most a bevezetéskor ugye tök mindegy, hogy ezt a két gyógyszert milyen sorrendbe adjuk, úgyis meg kell várni nagyjából ezt a másfél-két percet, ugye meg a két gyógyszer kifejti a hatását, és akkor utána jönnek, mint légútbiztosítás, stb. Ugye Ádám arra volt kíváncsi, hogy milyen sorrendbe adja ezeket a gyógyszereket. Én mondtam magamban, mondom, hát egy életem, egy halálom, én még soha nem próbáltam ilyen szert, mondom, jöhet először a fentanil. Hát kurva jó volt.
Nagyon. Szóval úgy képzeljék el, hogy ott elkezdtem lebegni a műtőasztal fölött, tehát belesüllyedtem egy nagy rózsaszín masszába. Biztos álmodtak már ugye önök is olyat, nem, hogy úgy jött kellemes, meg langyos, meg úgy repülünk. És valószínűleg Ádám látta rajtam, hogy a szemem így pörög, ugye, mint a Tom and Jerry-ből ugye az egérnek, amikor ugye fejbe vágja, benyomta ugye az altatószert, az aztán ugye dilitelt valójában mindent. Ugye a műtét után az ágyamba ébredtem, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy hihetetlenül jó élmény volt. És úgy benne van az emberben, hogy ezt az élményt én át akarom élni még egyszer, és na ez az egészben tulajdonképpen a veszélyes. És ugye hát én sürgősségi ellátásban dolgozom, ahol nagyon sok ilyen szert használunk, és hát nem lett volna különösebben nehéz, ugye. Minden betegben az ember egy kicsit lecsippent, akkor megvan a saját maga, a beteg se jár rosszul, de ugye ott van az emberben, hogy 3 hét alatt függővé váltam volna, és utána azért egy ilyen függőségből a visszaút az hihetetlenül nehéz. Viszont ez volt az a pillanat, amikor igazándiból megértettem mondjuk a klasszikus heroinistát. Hogy ő mit is él át ez alatt az élmény alatt, de micsoda összeget idézőjelbe fizet ezért a történetért. Igen, nagyon érdekes, doktor úr, mert egyébként ezeket a személyes találkozókat mindig kiszoktam használni arra, hogy megkérdezzem azt, ami az adott vendéggel kapcsolatban engem érdekel, és mindig meg akartam kérdezni öntől, hogy ön kipróbált ilyen szereket. Ugyanis nekem vannak addiktológus rokonaim, meg barátaim, és ők azért elmesélték, hogy azért a heroinon kívül mondjuk 20-30-40 év alatt azért úgy kipróbáltak ezt, az pont azért, hogy megértsék, hogy mi történik. De nyilván a heroin volt az, amit hát az a nem csúcs, az a csúcs kategória. Senki. De most én erre mindig de hogy ezek szerint persze. Akkor egy ilyen kis fentanilos... Ez pontosan elegendő volt. És elég mindig... volt ahhoz, hogy... Igen, és én ezekre a kérdésekre mindig azt szoktam mondani, most gondoljon bele mondjuk egy onkológusnak, ugye, aki daganatos betegekkel foglalkozik. Át kell élni egy daganatos betegséget? A hölgyek nem kis százalék a férfi nőgyógyászhoz jár. Tudja az a férfi nőgyógyász, hogy milyen egy menstruációs fájdalom, egy szülési fájdalom? Hát nem, hiszen ezeket meg lehet tanulni részben, ugye meglátja az ember a betegein, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem kell valakinek átélni ezeket az élményeket ahhoz, hogy akár a saját szakterületén is jól tudjon valójában teljesíteni. Világos. Viszont akkor teljesen egyértelmű, hogy itt van a lényeg, hogy ezekre hihetetlenül gyorsan így rá van. Lehet szokni. Így van. Így még van. Az is, aki pontosan tudja a hatásmechanizmust, simán megtörténhet azt, hogy a fájdalom csökken, de a jó érzés megmarad, és elindul a hozzászokás. Így van, csak egy idő után ez a jó érzés, ez már sokkal rövidebb ideig tart, és a beadott adag, a használt adag, az viszont jelentős módon megnő. Szóval belegondol abba, hogy egy gyakorló heroinista, az mondjuk olyan mennyiségű heroin fecskendez magába egyetlen egy szúráskor, amit ha itt most öten vagyunk jelen, itt elosztanánk egymás között testvériesen, jó eséllyel akár mindannyian belehalnánk abba az egy ötödnyi adagba, amitől ő neki lesz egy kis flös élménye, lesz egy kis meglassulása, beszűkül a pupillája, talán egy kicsit lecsökken ugye a légzésszáma, de igazándiból ő nem fog ebbe belehalni, mi meg gyakorlatilag leállna a légzésünk, és itt a vége fuss el véle. Ez nagyon kemény. És most igazából picit a magára az opioid botrányra, ami Amerikában 30 éve tart, ráfordulva, az a kérdésem, hogy a 90-es években mi változott meg a gyógyszergyárak életében, ami miatt ugye 30 évet ölel fel most az a terület, amikor ott elindult ezek a hát visszaélések, szabálytalanság, nem is tudom, mi a jó szó erre. Tehát honnan indul ez az egész botrány? Alapvetően ez egy szakmai történet, hiszen a fájdalommal való együttélés, és azok a mondatok, amik időnként el szoktak hangozni, amitől nekem is fölállna a szőr a hátamon, hogy ezzel meg kell tanulni együtt élni, mármint egy krónikus fájdalommal. És ez butaság. Ez egy rettenetes nagy butaság, hiszen rendelkezésünkre állnak ugye olyan gyógyszerek, amely ezeket a fájdalmakat azért hathatósan tudják csökkenteni, és elsősorban miért is? Az élet minőség javításáért. És ugye a történet onnan indul, például, hogy van egy daganatos beteg, akinél próbálkoznak ilyen-olyan kemoterápia, sugárterápia, biológiai terápiák, stb., de valljuk be őszintén azért a daganatos betegségeknek azért egy jó nagy százalékát még mind a mai napig nem tudjuk meggyógyítani, és az ember eljut egy idő után odáig, hogy bekerül egy irányú utcába, ennek a végére sajnos azon kír, hogy meg fogsz halni. És bizony ezek a daganatos betegségek, főleg ugye az áttétképződések, ugye amikor már nem csak a kiindulási szervbe, hanem akár távoli szervekbe is megjelennek ugye az áttétek, ez nagyon
hanem nagyon komoly fájdalmakkal jár együtt. És ilyenkor ugye mi lehet a célunk az, hogy amíg a tényleg ez a szegény ember eljut odáig, hogy belehaljon, addig valamiféle minőségi életet tudjunk neki valójában biztosítani, és ebben nagyon komoly szerepet játszanak ugye ezek a típusú fájdalomcsillapítók, és itt félre kell tennünk a függőségnek a problematikáját, hiszen itt nem arról van szó, hogy ő majd meg fog gyógyulni, és akkor majd leszedjük róla ugye ezeket a szereket, hanem arról van szó, hogy legalább ameddig eljut odáig, hogy az utolsó napjait vagy óráit átélje, valamiféle minőségi életet valójában tudjon élni, ami jelenthet micsodát, hogy talán saját magát el tudja látni, a lakásból el tud jönni, menni, és így tovább. Szóval nem arról van szó, hogy neki el kell menni, és akkor lefutni egy félmaraton, szó nincs erről. De az, hogy legalább minőségi életet biztosítsunk, és ilyenkor valójában ugye orvosi javaslat mellett teszünk valakit függővé, hiszen nekem is több olyan betegem van, aki már olyan mennyiségű fentanil tapaszt használ, ami gyakorlatilag hát a terápiás adagnak akár a 6-8-10-szerese, de ő ezzel olyan minőségi életet kap, amivel ugye hát a saját kis életét valahogy valamilyen szinten tudja valójában tartani. Egy másik dolog azonban, ugye ahol talán egy kicsit mostohán bánunk ezekkel, ugye a nem daganatos fájdalmaknak a csillapításait, és elsőszor, mint a krónikus mozgásszervi panaszokról van szó, hiszen nem feltétlen arról van szó, hogy valakinek mondjuk van egy csípőizületi kopása, és akkor ezt a csípőizületi kopást ma már ugye egy protézis műtéttel meg lehet oldani, de hát ha belegondolunk mondjuk a magyar várólistákba, szóval ha ma valaki elindul, hogy jaj, fáj a csípőm, lemegy a házi orvosához, és azt mondja, hát igen, Marika néni valószínűleg magának van egy csípőizületi kopása, és akkor őt elküldi az ortopédiára, kap időpontot, hát ha most kér, akkor lehet, hogy talán még idén eljut ugye az ortopédiára, ott megröngenezik, és azt mondják, hát igen, Marika néni, ez bizony egy csúnya ízületi kopás, ezt meg kellene operálni, és ma már azért valljuk be, szintén a protézis műtét az nem egy bracket science kategóriába tartozik, előjegyzik őt, ha mázlia van, akkor valószínűleg körülbelül egy év múlva már sorra is kerülhet. Na de addig ez az állapot, ez romlani fog nála, mert biztos, hogy nem fog javulni, és addig valamit kellene csinálni ugye Marika nénivel, ahhoz, hogy le tudjon menni a közértbe, hogy el tudja látni otthon a saját magát, esetleg az unokával le tudjon menni a játszótérre, és bizony itt szerepet kaphatnak szintén ugye ezek a szerek, csak ugye itt nagyon-nagyon óvatosan kell bánni, hiszen ez egy kurábilis, ez egy gyógyítható betegség, hiszen a protézis műtét után ugye hát azt mondja, hát nem fáj, hát ez egy fantasztikus dolog, de ott van rajta a gyógyszereken, és ilyenkor a visszalépés az, ami ma már azért gyógyszeresen megoldható, de amire még hihetetlen módon tulajdonképpen oda kell figyelni. És ugye onnan indultunk ki, hogy honnan is indult ez a botrány. Hát onnan, hogy Amerikában nagyon-nagyon bőkézzel bánnak ugye ezekkel a gyógyszerekkel, hiszen az első orvosbeteg találkozás esetében az Egyesült Államokban, ha valakinek krónikus fájdalomszindrómája van, akár idegrendszeri, akár mozgásszervi, akár daganatos problémák, akár 70%-os valószínűséggel írnak föl valakinek ilyen típusú gyógyszert, akár már az első körben. Magyarországon, és ugye most vegyük ki ebből a daganatos betegeket, ez gyakorlatilag 2-3%. Ami szintén nem jó, hiszen az nagyon-nagyon alacsony, de azért ez a 70%, és itt ugye nem csak Amerikába kell menni, ha megnézzük ugye a szomszédainkat, az osztrákokat, ott is ilyen 30-40%-ban írnak már föl ilyen opiát típusú szereket, ami valójában megint csak a hozzászokás egy fantasztikus lépcsőjét jelentheti, szóval itt azért meg kellene találni ugye azt az arányos középutat, és ugye a WHO-nak megvannak ugye azok a fájdalomcsillapítási lépcsői, hogy gyakorlatilag igen, lehet adni ezeket a szereket, de esetleg kombináljuk más egyéb szerekkel, ami persze jó lehet, de a legfontosabb az, hogy a betegnek tudjunk ugye minőségi életet biztosítani. Attila, és akkor most téged kérdezlek, hogy a gyógyszergyárak tekintetében akár gazdasági szempontból megközelítve, vagy pénzügyi szempontból megközelítve, miket láttál, írtál egy hosszú cikket ezzel kapcsolatban, ami nem is egy cikk, igazából egy elemzés. Ebből a szemszakból honnan indul a történet? Egy kicsit rácsatlakoznék a doktor úr által elmondottakra, hogy ez most az egy szakmai kérdés volt-e, vagy sem. Valóban azt kell mondjam, hogy onnan indul, tehát hogy a fájdalomcsillapítás, a fájdalomérzés az egy globális egészségügyi probléma, és ennek a kezelésére igyekszünk megoldásokat találni már évezredek óta. A jelen, ez az ügy, ami kirobbant, ez azonban egy kicsit túlmutat ezen, mert összekeveredtek itt azért olyan érdekek is, azon túlmenően, hogy a betegek életminőségének a javítására törekedtek az orvosok és a gyártók is, gyógyszerforgalmazók.
amik inkább már pénzügyi szemléletet tükröztek, és ugye hát minden gyógyszercégnek, minden gazdasági tevékenységnek van a végén egy végső haszonhúzója. És ezek a végső haszonhúzók azért abban érdekeltek, hogy minél rövidebb idő alatt, minél nagyobb megtérülésre tegyenek szert a befektetett pénzük után. És ez egy nagyon érzékeny határvonal, hogy amit nem tudod, hogy hol húzol meg, hogy még meg akarod gyógyítani a beteget, még válasz érte egy felelősséget, de ugyanakkor neked eleget kell tenned a részvényeseid elvárásának. És ez a kettő ezen a nagyon érzékeny területen, az emberi egészségnek a területen ütközik, illetőleg találkozik egymással, és ebben az esetben vélelmezhető az, hogy a Purdue Pharma, ami ugye a fő kolompos ebben az ügyben, az arányokat eltévesztette. És ezt tehette azért is, mert gyakorlatilag szisztematikusan végig lehet követni azt, hogy ebben neki voltak segítő társai, rendszer szinten. És akiket szintén meglepő módon egy idő után az anyagi szemlélet vezérelt. Számomra nagyon érdekes volt az, hogy ugye a 80-as évektől beszélnek igazából ezeknek a különböző szintetikus szereknek a problémáiról az Egyesült Államokban. Vietnámból visszajöttek a harcoló katonák és a társadalmi beilleszkedési zavarok, meg az ott a harctéren való drogfogyasztás átültetése az Amerikai Egyesült Államokba, ez kreált egy nagy problémát, ami utána lecsengett, és valahogy úrrá lettek rajta, és akkor az orvosok tisztába kerültek azzal, hogy milyen nagyon súlyos hatásai vannak az opiát fogyasztásnak, és ez úgy gyakorlatilag egy paradigmává is vált. Ezzel mindenkit úgymond ez szerint élt, ezt az orvosi gyakorlatot követte, hogy ezen nagyon óvatosan kell bánni. És akkor hirtelen jött a Purdue Pharmának az ötlete, hogy a fájdalommal kezdeni kell valamit. Maga a család egyébként, ha megnézzük a történetét, már a 40-es években elmegyógyi intézetekben a nagypapa azzal kísérletezgetett, vagy az apa, hogy hogyan lehetne mindenféle szerekkel csökkenteni bizonyos kor területeken a fájdalmat, és tehát volt valami hagyomány a családon belül is, akik a Purdue Pharmát birtokolták, tehát annak a családnak hagyományon belül volt valami kontinuitás. És gyakorlatilag ők azt mondták, hogy ők erre ráállnak, és kifejlesztenek olyan gyógyszerkészítményeket, amik hosszú idő alatt fejtik ki a hatásokat, tehát nem azonnal, hanem hosszú idő alatt. És utána, tehát 12 óra felszívódás, és azt mondták, és ez volt a legördögibb az egészben, hogy a hosszú felszívódási idő gyakorlatilag vélhetőleg, valahogy így volt megfogalmazva az ajánlásban, csökkenti a túlhasználatra való hajlandóságot. És ez gyakorlatilag most egy utcai nyelven szóval bekajálták az orvosok. Tehát, és azok az orvosok, akik korábban egy agymosáson vettek részt a heroin probléma kapcsán a 70-es, 80-as években, azok most könnyűszerre rávágták, és beleálltak ebbe a történetbe, és azt mondták, hogy írjuk föl, higgyük el a gyógyszercégnek, hogy bizony ez nem okoz tartós egészségkárosodás és függőséget. Tehát volt itt egy szakmai kérdés, egy misztikum számára, hogy ugyanaz a orvos, aki azt mondta korábban, hogy nem, az most azt mondta, hogy igen. De miért mondta ezt? Azért, részben azért, mert a felügyelet, ugye az élelmezés ügyi felügyelet és gyógyszerhatóság azt mondta, hogy ez a készítmény ilyen ajánlások mellett használható. De az adagolás természetesen fontos, de hogy használható. De aztán később kiderült, hogy a felügyeletnél olyan tag hagyta jóvá ennek a gyógyszernek a forgalmazását 1995-ben, aki egy évben, utána elhagyta a felügyeletet, egy év múlva már a Purdue Pharmánál dolgozott. És gyakorlatilag őt meggyőzték a Purdue Pharma munkatársai, hogy amennyire lehet hinni most itt a történetnek, hogy legyen olyan kedves, ezzel az ajánlással bocsássa útjára ezt a készítményt, és ezért gyakorlatilag kiengedték a szellemet a palackból, és onnantól kezdve elkezdett dőlni a lé. Ezen a készítményen, ez az említett gyógyszercég, több mint 10 milliárd dollárt keresett.
nyilván nem álltak le. Még akkor sem álltak le, amikor az utánkövetésben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy milyen következményei vannak a készítménynek a tartós szedésének, illetőleg, hogy az adagolás, hogyha folyamatosan emelik, ahogy mondta itt a doktor úr, ugye az első élmény az euforikus, de azt az élményt soha többet nem tudja megismételni az agy. Tehát ez a dopamin szint, ami felszabadul, ugye ezek a készítmények nagyon gyorsan átmennek a agyvérgáton, nagyon gyorsan kifejtik a hatásukat, nagyon rövid időn belül okoznak egy nagyon komoly szintemelkedést a dopaminban az agyban, de ahhoz, hogy azt fenntartsák, hogy újraéljük, gyakorlatilag emelni kell a dózist. És már jól látszott, hogy aki elkezdte 10 mg-mal, 20, 30, 40, az már sorbált a 60-ért, a 80-ért. Nem volt olyan eset, hogy 160 mg-os tablettákból adagolták maguknak a delikvensek. Természetesen dőlt a lé. Na most a kérdés itt az, hogy a fenében nem reagált erre kellő időben a gyógyszerhatóság. És valójában reagált, mert nyugtalanította őket az a számtalan eset, ami közben beérkezett hozzájuk, és foglalkozni kellett velük, és foglalkozni kellett az orvosi kamerávalnak is, azokkal az ügyekkel, amikor nyilvánvalóvá vált egyes orvosok kapcsán, hogy gyakorlatilag egy receptgyárat üzemeltetnek, és hogy éjjel 11-től hajnal 5-ig szolgálták ki a betegeket, és gyakorlatilag maga az orvos is a készítmény fogyasztójává vált, tehát az ítélő képességére ne is beszéljünk. De valójában nem történt határozott fellépés. Ellenben összehívtak egy bizottságot, amiben később kiderült, hogy 8-an érintettek voltak. Magyarán valamiféle ösztönzővel őket kapcsolatba lehetett hozni a Prügyu farmával, tehát az objektivitás, ugye? A pártatlanság ilyen szempontból már nem volt biztosított, és ez a bizottság azt az álláspontot foglalt el, vagy azt az állásfoglalást tette, hogy ennek a készítménynek tulajdonképpen ezzel nincsen semmi baj, ennek lehet folytatni a terjesztését, és ez volt az a pont, amikor talán még a 2000-es évek elején meg lehetett volna fogni a járványszerű terjedését ennek a vagy használatának terjedését ennek a készítménynek, de nem ez történt. Ment tovább minden tovább, és ez megágyazott tulajdonképpen egy még nagyobb problémának, mert 2007-től kezdve aztán azért történtek olyan hathatós intézkedések, tekintve, hogy a halálozási ráták a túladagolás következtében ugrásszerűen megnövekedtek, hogy mégiscsak elvette a kedvét az orvosoknak attól, hogy felírják ezt a készítményt, de addigra már hozzászokott több millió ember. És egy hatalmas űr keletkezett, miután kezdték gyakorlatilag a patikák, az orvosok is megtagadni a készítmény kiadását vagy felírását, de az emberek ott álltak sorba az utcán, és helyikre ekkor lépett be a heroin. És egyel nőtt a tét. És utána a heroin fogyasztás fölment a 2010-13-as évekre, és utána még nagyobb mértékben ugrottak a halálozási ráták, a drogfogyasztási szokások még inkább elterjedtebbé váltak, és akkor jött a harmadik lépcső, a doktor úr által említett fentanil is, vagy fentanil, bocsánat, és ez gyakorlatilag föltette most rossz értelemben az íra a pontot, ez azóta is tart, és egy megoldhatatlan problémának tűnik. Tudnélik, az említett készítmény most már az utcán elérhető úgynevezett koszos formában, meg az interneten, keverik mindenféle kábítószerekkel, egyrészt a hatásosság fokozása érdekében, kettő megint visszajön a profit szemlélet. Tehát, hogy zárjam mondandómat onnan, ahol elindultam, a gyógyszergyáraknak, mint minden más vállalkozásnak az érdeke, hogy profitot termeljen. Itt azonban az, hogy a gyógyszergyár milyen önmérségletet tanúsít, mennyire viselkedik etikusan, mennyire figyel arra, hogy az emberi egészség megőrzése végsősorban az elsődleges cél, és e tekintetben valójában másodlagos célnak kéne lennie annak, hogy most a tőkére vetített megtérülésem az most ne 3 számjegyű legyen adott esetben. Erre tulajdonképpen az ellenőrzés, a társadalmi kontroll, a jogalkotás, a törvényhozás, a különböző jogalkotó és végrehajtói hatalom különválasztása. Egy rakás olyan kérdés vett fel, aztán utána
mi történik a beteggel, hogyha bekerül egy ilyen intézménybe és kezelni kell, hogy arra van-e pénz, azt ahhoz, hogy áll hozzá a társadalom, hogy ez neki fontos, hogy ezek az emberek meggyógyuljanak, hogy sem. Egy rakás súlyos kérdésre fel, de mind-mind pénzbe kerül. Mi a, leszűkítsem, sok dolgot behoztál, mi a, doktor úr, mi a, az FDA-nek, tehát a gyógyszer, felügyelő hatóságnak a szerepe ön szerint ebben, vagy hol, ha visszatekerjük az időt, kerekét, hol lehetett volna ezt megfogni? Nem azért, mert utólag kéne okoskodni, hanem hogy nyilván azért kérdezem, hogy hol lehet ebből tanulni, ha előrefele nézzük ezt, a, ezt az egész ügyet. Attila kiválóan elmondta itt, hogy, hogy ugye volt az az illető, aki tulajdonképpen erre rábolintott, és utána gyakorlatilag ezt teljesen elszabadultak a lovak, és elszaladtak sok felé, és utána már összeterelni ezt a nyájat, az tulajdonképpen borzasztó nehéz. Nem beszélve arról, hogy a történetnél sokkal-sokkal tovább gyűrűzött, hiszen ugye az illegális piac az hihetetlen módon megerősödött. Ugye az internet, ugye itt a darknetnek a forgalma, és elsősorban ugye Kína ma az, amelyik ugye itt az újfajta úgynevezett szintetikus fentanil származékokat kidobja a piacra. És nagyjából egy olyan 21 néhány fentanil származékot ismerünk, és ebből talán olyan 5 van, amit ugye a medicina használ, amit ugye fájdalomcsillapítás, műtéti anesztézia céljából ugye használunk, a többi az mind-mind tulajdonképpen olyan módosulások, és ugye ezt Kínába idézelve állami szemhúnyás mellett gyártják ugye ezeket a szereket, és ugye nem amatőr kémiafaktor érettségizett gyerekek kísérletezik ezt ki, hogy most összeönti a pirosat a kékkel, az ődet a sárgával, aztán vagy füstöl, vagy robban, amit magasan kvalifikált orvosok, gyógyszerészek, vegyészek, biológusok ugye abszolút anyagi megfontolásból állítják ugye elő ezeket az újfajta szintetikus fentanil származékokat, ami aztán hihetetlen módon elterjedt, és ugye ezeknek a potenciájáról ugye nagyon sokszor a szakmának sincsen semmiféle információja, hogy ez mondjuk milyen morfin ekvivalenciával bír, hiszen azt mondjuk pontosan tudjuk, hogy ha a morfinnek a hatáserősségét azt egynek vesszük, akkor meg lehet mondani, hogy a fentanilé, az oxikodoné és így tovább az ugye hány szorosa valójában morfinénak, és az új szerekkel kapcsolatban ugye nincsenek meg azok a klasszikus fázisvizsgálatok, mint amely egy gyógyszer esetében, ugye mielőtt kikerül a piacra, hogy ezeket végig kell tulajdonképpen futtatni, és ugye itt az engedélyeztetési eljárás, akár egy gyógyszer kapcsán az több ezer oldalnyi is lehet, ugye, amit ugye engedélyeztetni kell, akár az FDI-nek, akár ugye az Európai Gyógyszerügyi Hatóságnak, ahhoz, hogy ez valójában utána kikerülhessen valójában a szabad piacra, és pontosan úgy ez a fekete piac az, ami most hihetetlen módon szedi valójában az áldozatait. És nagyon érdekes, hogy például a hadászatban is hogyan próbáltak ugye ezekkel a szerekkel foglalkozni, és ugye pont itt egy moszkvai színházi túlszabadítás kapcsán volt egy nagyon érdekes történet, ugye a Dubrovka színházról van szó, ami egy gyakorlatilag hasonló, és most félre ne értse bárki, amit mondok, nagyjából olyan típusú darabokat játszik, mint a Madách színház. Szóval nem arról van szó, hogy kijövünk a színházból, és utána fölvágjuk az ereinket, mert láttuk ugye a Lír királyba XY-t vagy Z-t, hanem teljesen könnyű szórakoztató darabokról van szó. És egy előadás kapcsán egy csecsen terroristák elfoglalták a színházat az előadás szünetében. És ugye azzal fenyegetőztek, hogy fölrobbantják ugye a színházat, hogyha nem engednek az oroszok szabadon legalább 300 csecsen terroristát, akik itt-ott voltak ugye oroszországi börtönökbe, és hát elindultak a túsztárgyalások, ami természetesen ugye defekt lett belőle, és hát az oroszok elindítottak egy túlszabadítási akciót. De ha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy színházba úgy betörni mondjuk a spetsznáznak, ugye a különleges alakulatnak, hogy egyszerre tulajdonképpen mind a 31 néhány terroristát le tudják lőni, úgyhogy senki ne tudja megnyomni azt a bizonyos gombot, amivel ugye beindul a robbanás, és akkor az egész színház valójában összedől, ez szinte a lehetetlen kategóriába tartozik. Úgyhogy végül is az oroszok rászánták magukat egy nagyon-nagyon furcsa túlszabadítási akcióra, úgyhogy valamilyen szintelen, szaktalan, íztelen gázt vezettek be ugye a nézőtérre, illetve hát elárasztották el a színházat. Ugye, és ennek mi lehet a lényege? Szóval pontosan az, hogy ne látszódjuk, szóval nem az, hogy fölnéz az ember ott a szellőzőre, és akkor mi az az öt füst vagy kék füst, ami onnan kijön, ami viszont nagyon-nagyon potens szerkezet kell, hogy legyen, és aztán utólag kiderült, ugye hiszen több mint 130 túsz is ugye az életét vesztette, és az oroszok nem nyilatkoztak. Hát ugye szokásuk ugye ebbe az egész dologba, és végül is a moszkvai mentőszolgálatnak a vezetője volt az, aki ugye itt elárulta magát, aki tett egy olyan kijelentést, hogy a moszkvai mentőautókban, amiket ugye oda kirendeltek, nem volt elég naloxon. És erre így a
szakmai fölkapta a fejét, hogy micsoda? Hát ugye a naloxonról tudni kell, hogy ez egy antagonista vegyület, egy ópiát antagonista vegyület, ami annyit jelent, hogyha ez a bizonyos szer bekötődik ugye a receptorba, akkor jön a naloxon, és egy határozott mozdulattal ugye álcsúcson vágja ugye ezt a szert, ami onnan kiszabadul, és ugye naloxon adására gyakorlatilag mondjuk a heroinista föltámad, és akkor körülnéz, mindenkit elküld a francba, aztán elmegy a helyszínről. Aztán volt még egy, hogy volt két angol, akik ugye ott voltak a színházban, és ugye hát az angol titkosszolgálat ugye várta őket, hogy kijöttek, és rögtön vitték őket a nagykövetségre, ruhát le, vizelet vérminta, de hát ugye az több nap, ugye, amíg eljutott a diplomáciai postával Londonba, ugye ott a Guy and Thomas Hospitalnek ugye a toxikológiai laborjában ezt megnézték, és ők is bizonyították, hogy egy karfentanil nevű vegyület volt, amit az oroszok ugye gázhalmaz állapotban elő tudtak állítani, ami egy nagyon érdekes dolog, mert a fentanil származékokat egyelőre senki nem tudta még gázhalmaz állapotban előállítani. Ugye van belőle tabletta, injekció, tapasz, végbélkúp, sőt ugye a gyerek ellátásban egy nyalóka formájában is használjuk ugye ma már a fentanilt, és ugye ezt az állatgyógyászatban használják, hiszen ez legalább olyan 10 000-szer potensebb, mint a morfin, tehát most gondoljunk bele mondjuk egy elefánt altatásához, ugye nem kell mondjuk 3,5 deci fentanilt beadni, hanem mondjuk tényleg a karfentanilból ebből elég, és ez volt az a szer, ami gyakorlatilag ugye a levegőbe bekerülve, ezt belélegezték, 2-3 sluk után ugye átment ugye, ahogy Attila is mondta, a véragygáton, kifejtette a hatását, és ott voltak eszméletlen az emberek. De akkor itt az volt a mesterterv, hogy az áldozatoknak, mármint hogy a nézőknek, amilyen gyorsan lehet beadják ezt az antagonistát. Így van, így van. Így és akkor őket visszahozzák, tehát, és a terroristák pedig meghalnak. A terroristákért pedig és rá, akkor, őket aha. Nem fogják megszúrni, és adnak belőlük, ugye. De hát pont ez volt, és drámai képek vannak az interneten, ahogy hozzák ki ezeket a szerencsétlen lógókezű, fejű, lábú, tulajdonképpen légzés nélküli embereket, akikre nem jutott elég antidótum. És ez egy nagyon nagy bukta volt ebbe az egész történetbe, de ez is mutatja azt, hogy tulajdonképpen az illegális vegyészet, és itt most nem feltétlenül Kínáról és az újfajta fentanil származékokról van szó, az mennyire működik ma gyakorlatilag, hiszen ugye ezeknek a kémiai és biológiai fegyvereknek ugye a használata, ha bár tiltott, de pontosan mindenki tudja, hogy ezzel nagyon-nagyon komoly kis kísérletek folynak a világ számtalan laboratóriumában. És akkor már tényleg csak egy kérdésem van ezzel kapcsolatban, de aki megkapta, őt vissza lehetett. Azokat vissza lehetett, igen. Tehát tényleg egész egyszerűen az ott a probléma, hogy nem volt elég ellenanyag. Így van. És azért ez egy felkészületlen történet, mert mondjuk tájékoztatják mondjuk a mentőszolgálatot, és azt mondják, hogy ilyet fogunk bevetni, akkor ez azért ez az antidótum, ez nem egy drága gyógyszer, szóval nem arról van szó, hogy akkor itt több millió rubelt kellett volna kiadni, és azért azt gondolom, Moszkva van akkora, ugye, hogy össze lehetett volna gyűjteni mondjuk azt a 1-2000-3000 ampullányi naloxont, ami ott lett volna akár fölszívva fecskendőbe, hogy amint jön, rögtön megkapja, ami azért tulajdonképpen tud rajta segíteni, hogy túlélje, de hát a több mint 130-an meghaltak ugye a túszok közül is. Igen, erre emlékszem, ez nagyon tragikus volt, és most visszatérve erre, az jutott még eszembe, amiről már félig meddig beszéltünk, meg több utalás is volt rá, doktor úr, meg részről, meg Attila terészerről, és hogy az utánkövetést ezeknek a gyógyszereknek egyébként az FDA-nek kéne végezni, vagy ez hogy néz ki, vagy ezt rábízzák a gyógyszergyárakra, hogy ő kövesse után, és aztán nekik elhiszik. Tehát ki ellenőrzi azt, hogy mi történik? Ez egy nagyon érdekes dolog, ez az egész utánkövetés, mert alapvetően ez a kezelőorvosnak lenne tulajdonképpen a feladata, aki rendszeresen mondjuk fölírja, aki ellenőrzi a beteget, labor, stb. Illetve a mellékhatás jelentés, ami egy másik érdekes dolog legalábbis itt Magyarországon, mert ugye itt a mellékhatás jelentésekben azért nagyon-nagyon le vagyunk maradva. Részben a lustaság miatt azt gondolom, ha bár ma már ugye nem kell körmölni, ugye már online is meg lehet ezt az egészet tenni, részben pedig az utána történő idézőjelbe tett vegzálás miatt, ami persze nem egy vegzálás, mert én bejelentek egy mellékhatást, hogy, és itt most nem valami nagyon extra dologról van szó, hogy nagyon egyszerű, mit tudom én, szed valaki egy fájdalomcsillapítót, és lesz tőle egy allergiás reakciója. Ez egy mellékhatás. Ezt jelenteni kéne. Hivatalosan egy kitöltött formulával, ami után általában ugye a gyógyszercég meg szokta keresni az illető orvost, és adatokat kér a betegről, nem azt, hogy hívják, hol lakik, stb., hanem hogy pontosan valójában mi is történt, hiszen ők ugye ezt, ha megnézzük ugye a gyógyszereknek a leíratát, ott le kell írni, hogy mit tudom én,
ilyen mellékhatása az, mit tudom én, minden 10 000-nél, minden 100 000-nél, minden 1 000-nél, vagy minden 500 betegnél valójában jelentkezik, amiért egy fontos információ ugye a gyógyszercég részéről is, de például itt az ópiátokkal kapcsolatban, ugye itt a függőség is valójában egy mellékhatás, a gyógyszereknek egy normál elfogadott mellékhatása, hogy ilyen jelentések azért nem nagyon szoktak bekövetkezni. Részben pedig ugye, amiről itt az előbb beszéltem, és most nem a daganatos, hanem a mozgásszerű fájdalomcsillapítás. Mondjuk megtörténik Marika nénének a műtétje, és utána tényleg ott van, és azért mondjuk a műtét után egy-két napig kap fájdalomcsillapítót, az egy teljesen normális dolog, hiszen hát csak ott szétgyambázták a csipejét, csak kivágtak belőle, beleraktak, stb. De utána Marika nének nem fog fájni. Viszont akkor nem is kell a fájdalomcsillapító. Na jó, de Marika néni hozzászokott ehhez a gyógyszerhez, és jelentkezik az elvonási tünete, ami nagyon-nagyon drámai, nem egy életet veszélyeztető dolog, de ott lesznek az ízületi fájdalmak, a hányinger, a hányás, az izzadás. Ugye itt a klasszikus, ugye kosaras naplójában is, ugye Leonardo DiCaprio-nak láttuk, hogy zseniálisan elővezette, ugye, hogy milyen egy ópiát elvonási tünet együttes, vagy akár megnézhetjük az utolsó belövésben, és számtalan ilyen filmélmény van, akik tényleg nagyon jól adják vissza ezt a történetet. Tehát nagyon jól játsszák el ugye ezt az egész dolgot, és az a beteg számára egy szubjektíve nagyon-nagyon rossz. Na itt kellene ismételten csak beavatkozni, mert ne csak fölépíteni tudjuk ezt az egész dolgot, hanem leépíteni is, és erre ma már azért rendelkezésünkre állnak olyan gyógyszerek, amivel tényleg lehet a betegeken segíteni, hogy csökkenjen a craving, ugye a vágyakozás, csökkenjenek az elvonási tünetek, és ez persze fokozatosan leépítve, ami nem 3 nap, nem 5 nap, hanem akár több hónap is lehet, mégis valaki meg tud szabadulni azért ezek a szerektől, de egy biztos, hogy aki életében egyszer ópiátfüggő lett, az világ életében ópiátfüggő marad. Legfeljebb olyan abszinenciális szermentes éveket él, ami lehet akár 30 év is, hogy nem fog tulajdonképpen elcsábulni. De számára egy vagy két újabb szer használt, és ez pont a heroinistáknál annak idején nagyon gyakran tapasztaltuk, nagyon-nagyon gyorsan visszarántja őt valójában a függőségnek a béklyójába. Ezért vannak ezek a anonim csoportok, amiket állítólag, legalábbis addiktológusok szerint ez egyik leghatékonyabb ügy arra, vagy lehetőség arra, hogy vissza a visszaeséstől megvédjék ezeket a igen, függőket. És mindig úgy kezdődik, hogy függő vagyok, csak abszolút. Nem tudom hány napja, nem élek igen. A szeretet, hogy mindig visszamondják maguknak. Egyik az anonim alkoholistáknál is ugyanez van. Igen, ez pedig az ENNA, a Narcotics Anonymous. Igen, de és, hogy mindig ugyanígy. És azért azt kell, hogy mondjam, hogy itt azért gyógyszerre szükség van. Szóval ez a cold turkey technika, ugye, ez a szárazon leállok című történet, meg lehet csinálni 2 hét. Rettenetesen rossz. Nagyon-nagyon-nagyon rossz. És ugye az ember elcsábul, hát gyakorlatilag az, hogy nem érdekel, megyek, szúrok egyet, mert vagy beveszem, mert ezek rettenetes dolgok, ugye, amiket ő ilyenkor tulajdonképpen át. Én mondom, nem fog belehalni. Szóval ez nem egy életet veszélyeztető elvonási tünet, de azért egy óriási nagy drive arra, hogy valaki mondjuk ne szárazon próbáljon leállni, és mondom, ma már rendelkezésünkre állnak olyan gyógyszerek, gyógyszerkombinációk, amivel ezt a fajta elvonási tünetet, sőt, ugye magát ugye a sóvárgás és azért jelentősen lehet csökkenteni. Ha már itt vagyunk, hadd kérdezzem meg doktor urat, hogy a Toxikóma című filmet látta? Nem. Nem? Nem akarom megnézni. Nem akarja megnézni. Akkor nincs több kérdésem egyelőre, mert amúgy nyilván azért van a kérdésem, hogy mit gondol róla, de akkor, ha nem, akkor így nyilván nem. Viszont akkor van még egy kérdésem, ami arról, hogy azt mondta doktor úr, hogy igazándiból a kezelő orvosoknak az is feladata lenne, hogy az utánkövetést megcsinálják. És itt tehát itt az a kérdés, hogy mennyire reális elvárás az, akár a hatóságok, akár a gyógyszergyárak részéről, hogy nem csak Magyarországon, de hogy általában a világban is nagyon sok helyen leterhelt az egészségügy, és maguk az orvosok is, hogy még ezt is a nyakukba akasszák, persze tudom, hogy a cél az jó, hogy még a jelentse nyilván ezeket a különböző mellékhatásokat, utánkövetse, ezt riportolja. Nyilván társadalmilag elvárható, de mennyire reális az, hogy még ezt is. Én ezért visszakérdezni, ki más tudná ezt megtenni az orvos helyett. Habár mellékhatást tud ma már jelenteni a beteg is. Szóval, hogyha fölmegyünk az OGYE-nek a honlapjára, ugye az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszerbiztonsági Intézet, akkor ott a mellékhatás jelentés az nem csak kifejezetten ugye egy orvosi irányból közelíthető meg, hanem ha a beteg észlel magán egy mellékhatást. Nagyon egyszerű, mit tudom, antibiotikum szedés mellett jelentkező hasmenés. Ez egy gyakori történet. Ő nyugodt lélekkel ezt ő szépen belepötyögheti ugye ebbe a formanyomtatványba, és beküldheti
fizeti valójában ugye a hatóságnak, ami után lehet, hogy semmi nem fog történni, de az is lehet, hogy megkeresi őt ugye az a cég, hogyha mit tudom én, nevű antibiotikumot szeret, hogy akkor hogy jelentkezett, hiszen ez is ugye ott majd szerepelni fog, mert ha kiderül, hogy egyre több az antibiotikumot követő hasmenés, mondjuk elér egy olyan kritikus számot, ami után akkor lehet, hogy a hatóság is azt fogja mondani, akkor álljunk meg egy pillanatra. Mint ahogy ugye itt azért számtalan olyan gyógyszer volt azért ugye a farmakológia történetében, ami átfutott ugye a fázisvizsgálatokon, kikerült a gyógyszerpiacra, és utána történt ugye a mellékhatások miatt, vagy akár halálos szövődmények miatt ugye is egy változás. Tessenek itt a talidomidra gondolni, hogy az egyik legklasszikusabb ugye ilyen történetre, ami ilyen amnionlefűződési zavarokat okozott, és ugye ott ilyen végtag nélküli gyerekek születtek, akiknek ma már ugye már ezeknek a betegeknek, sérülteknek már az unokáik is akár ugye élik valójában az életüket, aztán ugye ez a gyógyszer most visszakerült nem olyan régen egy kicsit más indikációval, vagy volt olyan vérzsírcsökkentő például, ami olyan jellegű izomszétesést okozott, ami veseelégtelenséggel és halállal járt együtt, pedig végigfutotta ugye a fázisvizsgálatokat, és még lehetne számtalan ilyen példát mondani, hogy bizonyos gyógyszerek mondjuk hogyan kerültek recept nélküliből, ugye OTC készítmény receptessé, és például utána most megint recept nélkülivé, és erre Magyarországon ugye a metamizol hatóanyag lehet ugye a legjobb példa, aminek most nem akarom kimondani ugye a klasszikus nevét, de aki egy kicsit majd utána néz, az pontosan tudni fogja, hogy nagyon-nagyon népszerű fájdalomcsillapítóról van szó. Vagy például itt van mondjuk az a fajta paracetamollal kapcsolatos botrány is, ugye, ami Amerikában annak idején Chicagóban megtörtént, amikor is ugye hát ezt az egész paracetamol ipart tulajdonképpen másfél évre tönkretette az a idézőjelbe tett merénylet, amikor is ugye megvásárolták ugye a patikában a paracetamolt, kiszedték bele a hatóanyagot, és káliumcianidot töltöttek bele, és Chicagóban néhány nap alatt heten meghaltak cianmérgezésben, még egy Chicago méretű városban se egy olyan, hogy akkor hát jó, hát heten meghaltak, menjünk el fölött, és megvolt a közös pont, hogy egyetlen egy gyógyszertárba vásárolták ezeket, és ez nem konkrétan XY vagy Z elleni merénylet volt tulajdonképpen, hanem a gyógyszeripar elleni merénylet, és utána gyakorlatilag be is dőlt ez a piac, és legalább másfél év kellett, míg ez visszaépült, és mind a mai napig például Amerikában kapszula formájában paracetamol tartalmú készítményt nem is lehet valójában forgalmazni, pontosan ezek miatt, és mind a mai napig ugye ennek az egész kvázi merényletnek ugye a tetesei nincsenek meg, lehet, hogy már meg is haltak, hiszen ez azért elég régen történt, de összességében azért ilyenfajta visszaélésekre azért lehet számítani. Ugye annyit hozzátennék, hogy mikor egy gyógyszernek zajlik a klinikai kísérletei, vagy zajlanak a klinikai kísérletek egy gyógyszerrel, hogy olyan alkalmas lesz-e, vagy sem. Nem is gyógyszerrel, hanem egy kandidáttal, így szoktuk mondani. Akkor azért ott egy korlátozott elepszámú kísérlet történik, tehát borzasztóan drága. Tehát mindig hallunk, hogy egy originális készítménynek a kifejlesztései adott esetben milliárd dolláros nagyságrendre rúgnak. Nem véletlen, hogy utána ilyen hosszú ideig tartanak a szabadalmi időszakok, hiszen meg kell, hogy térüljön ugye ez a befektetés, hogy visszautaljak önmagamra. De mégiscsak egy korlátozott elemszámban, mondjuk jó esetben egy 1500 fős elemszámmal végzik. Amire persze ügyelnek az összeállítás, amikor kiválasztják a pacienseket, hogy mindenfajta náció, etnikai csoport, korosztály lehetőség szerint képviselve legyen. De mégiscsak egy korlátozott elemszám, és utána megtörténik az engedélyezés. Kikerül a piacra a gyógyszer, receptköteles formájában, de minden ember más. És ez lehet, hogy egy lózunk, de ez van. Tehát azért van szükség utánkövetésre, mert kis Pista nem vett részt a kísérletekbe, és talán lehet egy teljesen más válaszreakciókat és mellékhatásokat tud eredményezni. Most visszatérnék oda, hogy az orvos tulajdonképpen az első, aki mint szakértő meg tudja ítélni, hogy Marika néninek a panaszai, azok most valósak, nem egy ilyen pseudo-effekt, valamivel összekever, ugye van a mém, ami terjedezi neten, hogy kérdezi az orvos Marika nénit, hogy Marika néni mostában ritkábban látom, betegeskedik, ugye? Tehát, hogy nagyon sokan elmennek az orvoshoz délelőtt 10 órakor, amit megőrülnek, gondolom, az orvosok, mert csak az idő rabolja. Marika néni elmondja az összes felmerült problémáját, aminek nem feltétlenül van köze bármilyen betegségéhez.
első az orvos, de utána ugye ebből a visszajelzésből valahogy lépni kell magának a gyógyszercégnek is. Na, rögtön itt bejön egy történet, hogy mennyire van ösztönözve az orvos azzal, hogy felírja ezt. És mennyire veszi komolyan azokat a panaszokat, amiket mondjuk mellékhatásként felsorolnak neki a betegek. És hogy a betegnek mik az elvárásai, mert ez is egy nagyon fontos szempont, mert azt mondja a végén, ez az orvos, ez hülye. Ez egyszerűen nem hajlandó megérteni, hogy nekem fáj. Fogom és elmegyek egy másik dokihoz. A másik dokihoz elmegyek, ugye? Csak gondoljunk arra, hogy antibiotikumot kiír fel, meg ki nem ír fel, hogy itt is mekkora választóvonal van, ilyen egyszerű helyzet. Az egyik doki azt mondja, hogy magának pirosak torka. És rögtön írja. Igen. És mit szokott szedni? Ezt bemondja. Bemondja a beteg, hogy mit szed. Vagy elküldi. Már fenn van a felhőben. Mennyi? Bocs, nem akarom támadni az orvosi. Tehát félreértés. De ez így van. Abszolút. De ez egy olyan gyakorlat, van. Hogy felhívom a dokit, és azt mondta, írjál már fel valamit a leadom a listát. Igen, és akkor felírja. Így és van. Akkor gyakorlatilag ez egy fancy dolog, hogy felhívom a haveromat, hogy ismersz-e valakit, aki fel tud-e írni nekem egy ilyet, mert most nincs kedvem elmenni a dokihoz, mert úgyse fogad, mert szét van esve a Covid-tól, éjjel nem megyek le az ügyeletbe, nem ismersz valakit, akit felírna nekem ezt vagy azt. Így van. Ugye? És felírják. Vagy ha nincs is panaszom, igen. Azért legyen otthon. Igen. A már... Mert mit lehet tudni? Igen. És aztán utána megyünk tovább, utána jön a felügyeleti kérdés, de hát láttuk, hogy van arra esély, hogy a felügyelet is szemet huny, vagy nagyvonalúan kezel kérdéseket. És ahol sok pénz van a rendszerben, és van egy nagyon jó, egy jó lét, van egy fizetőképes kereslet, ott azért és kevés a társadalmi kontroll emellé, az ellenőrzési szervekben probléma van, ott előfordulhat ez. De ott van a szakma is, akik egymást figyelik. Itt ugye mi történt a farma sikere után? Beszálltak a buliba a többiek. Azt mondták, úristen, ezen ennyi pénzt lehet keresni. Ugye láttuk a pénzügyi közvetítői piacon a deviza hitelválság előtt, hogy gyakorlatilag a végén csak olyan termékeket adtak el a pénzintézetek, amik devizához kötött hiteltermékek voltak. Független attól, hogy mondjuk valakinek fölmerült az agy a gondolataiban, hogy hát mégiscsak ezek forint bevétellel rendelkező ügyfelek, ugye? És akkor mi lesz, hogyha itt elszalad az árfolyam, akkor hirtelenjében hova jutunk? Tehát az a fedezet, ami mögötte van, az megy a levesbe. De nem, mert a többiek ezt csinálták, és ez lett az irányelv, hogy nyomni ki az ajtón. És sokszor a szakma is egyszerűen szemet huny, vagy a már rosszabbik eset, hogy besározza az üzlet, a versenytársát, és olyasmiket csepegtet, szivárogtat ki, aminek az okokozati összefüggését nehéz látni, de valami miatt meggyőzi a felügyeletet és a gyógyszerhatóságokat, hogy ez a készítmény, ez bizony tud komoly problémákat okozni, és akkor, mert ugye mit néznek? Ez fontos kimondanunk talán ebben, hogy amikor egy gyógyszert engedélyeznek, akkor mindig azt nézik, hogy az előnyök és a kockázatok. És amikor az előnyöket ítélik meg, hogy azok vannak, az adka dominánsak, akkor engedik a gyógyszert. De ez az előny adott esetben jelenthet azt, hogy vannak mellékhatásai, csak az adott mondjuk betegcsoportban még ez a legjobb alkalmazható. Tehát például amikor a depresszió, ugye az 50-es évek óta nagyon nincs nagy áttörés, igyekszünk, próbálkozunk, vagy a skizofrénia, na már egy piciben valamelyik már nem okoz annyi elhízást, a szuicid hajlamot nem növeli annyira. Tehát a másodlagos effektus, vagy a felszívódása ugye más a készítménynek, akkor már azt mondja rá a felügyelet, hogy ez már egyen jobb, mint a másik, vagy mondjuk nem terheli annyira a központi költségvetést, mondjuk egy rákellenes készítmény, ugye nem havi 1 millió forintba kerül, hanem csak 500 000-be, és már azt mondják, hogy minden mérlegelve azért a társadalmi hasznosságát tekintve, vagy a beteg összképét, egészségügyi állapotát nézve még mindig engedhetőbb, mint a másik, és akkor engedik. Habár pont ugye itt, amit Attila is mondta, itt a depresszióba való áttörés, nagyon érdekes, hogy nem olyan rég most már Magyarországon is törzskönyveztek egy eszketamin, hatóanyagtartalmú szert, ugye ketamin, lónyugtató, amit használunk a napi
orvosi ellátásba, de a visszaélés, a ketamin, mint kábítószer, az ott van a fekete piacon. Az eszketamin egy úgynevezett hólyagbarát ketamin, ahol gyakorlatilag ugye azok a húgyhólyag problémák, azok nem jelennek meg, és például az eszketamin, és azért ez is egy érdekes iránya ma ugye a gyógyszerfejlesztésnek, hogy azok a klasszikus kábítószereknek nevezett szerek, amelyek ugye ott vannak kint a fekete piacon, ezek mennyire alkalmazhatóak például a medicinába, és ugye az eszketamin is ugye a súlyos depresszióban egy másod-harmad lépcsőben használható szer lett, ugye ez egy orspray formájában jelent meg Magyarországon, és ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy azért ezt a fajta bigottságot is el kell pakolnunk, és ezért számomra nagyon-nagyon érthetetlen például ugye az orvosi marihuána használata, hogy ez Magyarországon miért ennyire nem működik, és nem akarok én itt nagyon ugye itt az ópiát témánkról ugye elkanyarodni, de én ennek abszolút nagy pártolója lennék ennek az egész történetnek, és nem arról van szó, hogy ez egy csodaszer, hogy a növényben lévő akár tetrahidrokannabinol, akár az egyéb ugye benne lévő több mint 100 vegyületnek azért igen, ma már vannak egyértelműen pozitív hatásai, hogy ezt Magyarországon miért kezeljük ennyire bigott módon, és hát persze pontosan tudjuk, hogy az előző ugye miniszter ugye azt tette egy nagyon balga kijelentést arról, hogy gyakorlatilag ugye ez kábítószer, és innentől kezdve ismerjük ugye a magyar kormány álláspontját, ami szerintem egy nagyon-nagyon korlátolt kijelentés volt ebből a szempontból, és ez nagyon sokat árthat esetleg a betegeknek, de hát meglátjuk, hogy majd a mostani kormányzat talán hogyan próbál meg, és nem akarok politikai mezőre elvezni, itt ez, hogy hogyan próbál meg valójában ezen tulajdonképpen változtatni, mert a betegnek joga lenne ugye a legkorszerűbb terápiák eléréséhez, amit, hogyha engedélyeznek mondjuk tőlünk nyugatabbra, akkor itt világos, hogy ez nagyon szigorúan körülhatárolt felírhatósági, kiadhatósági, törvénykezési lehetőségekkel körbeleskezve ez Magyarországon is működhetne. De hogyha nem engedélyezzük Magyarországon az orvosi marihuánát, akkor miért használhatunk fentanilt? Ugyanúgy kábítószer. Miért használhatjuk az eszketamint például? És akkor még számtalan példát lehetne ugye itt valójában mondani, szóval itt is azért jó lenne azért némi változtatás. És ugye itt a hatóság felelőssége, ami szerintem ebbe egy roppant fontos, azért azt tudni kell, hogy Magyarországon ezeket a szereket, azokat nem úgy írja föl az ember, hogy csak úgy hip-hop fölírom. Szóval ezek nagyon szigorúan ellenőrizve vannak, tételesen, ugye a kórházakba ugye rendszeresen jönnek ki, ugye a rendőrség ugye ellenőrzi azt, hogy most valójában az a 30 ampulla fentanil, az megvan-e, és mind a előveszi a korlapot, megnézze, hogy itt adtak egyet, itt adtak, hoppá, csak 28, akkor hol van az a kettő? És ebből nagyon komoly botrányok lehetnek, úgyhogy ez nekünk, ez a nyilvántartás, itt ugye az Excelnek minden irányban stimmelnie kell, itt nem lehet egy eltérés, és a netán eltűnik egy ampulla, mert előfordul az ilyesmi, akkor azt úgy le kell jegyzőkönyveztetni, hogy ekkor lejtettem, ráléptem, stb. Aláírás, pecsét, stb. Szóval ezeket azért nagyon-nagyon szigorúan veszik itt a hatóságok, és talán Magyarországon ez az előnye talán ennek az egész dolognak, hogy itt nálunk azért valljuk őszintén ez a fajta probléma, mint ami ugye a tengeren túl, vagy akár Ausztriában, vagy akár a briteknél is ugye már fölütötte a fejét, ez egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy nem fordul elő. De talán, ahogy én itt még a beszélgetés elején mondtam, mi talán ezeknek a szereknek a felírásában túl defenzívak is vagyunk, ami valójában ez a fajta ellenőrzés, adminisztráció, engedélykérés csak az apatika adhatja ki, blablabla, ennek megvan ugye a szabályrendszere, lehet, hogy talán ez is egy kicsit köti valójában az orvosoknak a kezét. Nagyon érdekes, mert mindig, amikor szakértőt hívunk, mint ez esetben önt is, doktor úr, egy idő után elevezünk a közszolgáltatóság irányába valamilyen szinten, amivel semmi baj nincs, sőt, azt gondoljuk, hogy ez nagyon jó irány, viszont ha már megint kicsit odajukadtunk ki, viszont én még visszalépnék oda egy picit, ami nekem nagyon újdonság volt, és amit akkor így direkt rákérdeznék, ugye annál a kérdésnél, hogy a mellékhatásokat, az volt a kérdésem, hogy ezeket az orvosoknak kéne összeírogatni és ezt jelenteni, de hogy akkor mondta doktor úr, hogy az OEG-nek a honlapján ezt bárki megteheti. Így van. És szerintem én erről biztos nem tudtam, de akkor ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ezzel nem ha bárki bármit, ilyen mellékhatást észlel magán bármilyen gyógyszerek kapcsolatban, akkor ezt anélkül, hogy ezzel az orvosát kéne nyektetnie, igazából fölmegy a honlapra, és beírogathatja saját maga. Tehát ez így van. Innentől fogva ez egy érdekes adatgyűjtés,
ami közvetlenül. Feltéve, hogy ez egy valódi mellékhatás, hogy az illető nem azt gondolja, hogy hú, most akkor bejött egy meleg front, vagy egy hideg front, és elkezdett fájni a fejem, de szedem az gyógyszert, és akkor gyorsan beírok, hogy hú, hát ez ennek a gyógyszernek valójában a mellékhatása. Viszont ez egy nagyon fontos dolog, hogy az a gyógyszer, aminek nincsen mellékhatása, annak hatása sincsen. Szóval ez abszolút a kettő az kéz a kézben jár, és ugye itt mindig az arányokat kell valójában figyelembe venni, és itt például a legjobb példa ezzel kapcsolatban a COVID volt, ugye az oltások. Ugye a Pfizer oltást a fázis 3-as vizsgálata, ugye az közvetlen mielőtt ugye kikerülne a piacra, 40 ezer ember vett benne részt. Soha egyetlen egy olyan gyógyszer nem volt a farmakológia történetében, ahol a fázis 3-as vizsgálatban 40 ezeren vettek volna részt. Micsoda portkavart az oltás? És egy ellenpéldát hagyd mondjak el ezzel kapcsolatban, mondjuk megjelenik egy új vérnyomáscsökkentő készítmény. És van egy betegünk, ugye Magyarországon nincsenek sokan hipertóniások, talán egy 1,5 millióan, vagy talán 2 millióan is, elmegy az orvoshoz, és eddig szed 3 vagy 4 féle gyógyszert, és ezzel úgy szoszó. Csak azt mondja neki az orvos, hogy figyeljen, hogy itt van ez az új készítmény, ez annyira jó, hogy tulajdonképpen be se kell szedni, elég, ha ránéz, már is beáll a vérnyomása. Mi lenne, ha az ön 4 gyógyszerét lecserélnénk el az egyre? Faszítők boldog, felcsapott farokkal megy a patikába, kiváltja a gyógyszert, elkezdi szedni, és nézi a vérnyomását, 130/75, 125/75, tök szépen beállt a vérnyomása. Érdekli őt az, hogy ez a gyógyszer, ez 3 hete van kint a piacon, 1500-an vettek részt ugye a fázis 3-as vizsgálatába. Föl sem merül benne, de pont az oltásokkal kapcsolatban, ugye, ahol egy 40 ezeres populáción próbálták ki ugye a Pfizert a fázis 3-as vizsgálatban, ott ez iszonyú nagy port kavart, az egész kísérleti készítmény, velünk ne kísérletezzenek, mi vagyunk mi, stb. És igen, a Pfizer oltásnak volt mellékhatásai. Igen, a többi oltásnak is voltak mellékhatásai, ez természetes dolog, de például megnézzük az arányokat, és itt a kommunikációnak óriási nagy szerepe van. Hogy például mondjuk az, hogy a Pfizer oltás kapcsán jelentkező mellékhatás, és mondjuk a beoltott emberek és a COVID kapcsán jelentkező különböző szövődmények hogyan arányulnak egymáshoz. Legjobb példa talán ugye itt a trombózis hajlam volt ugye itt az egyik oltóanyag kapcsán, ahol kimutatták, hogy igen, megnő a trombózis hajlam. Ami tagadhatatlan, de hogyha azt nézzük, hogy a koronavírus fertőzés kapcsán a trombózis hajlamnak a megjelenése, az 10-szerese, mint az oltás kapcsán kialakuló, akkor ugye ez egy cost-benefit történet alapvetően, de hát persze az egészségügyi statisztika egy szerencsétlen dolog. Mert azt mondom, hogy 10 000-ből 1. Na most ez a 9999, az boldogan mosolyog, és az az 1, akinek meg leszáradt a bal füle, és így tovább, az azt mondja, hogy úgy szar ez az egész, ahogy valójában van. És itt nem lehet igazságot teremteni ebbe, mert az embereket, főleg az online világban nem a jó hírek érdeklik, a rossz hírek. Mert én leírom azt, hogy megkaptam az oltást, semmi bajom nem lett tőle. Érdekel ez valakit? Senkit. De leírom azt, hogy leszáradt tőle a bal fülem, akkor abban a pillanatban azt mondják, na ez az oltás úgy szar, ahogy van. És ez megint alapvetően kommunikáció kérdése, mert a lakosságnak, a laikusnak el kell magyarázni rengetegféle dolgot, úgy, hogy ő ezt megértse egyszerűen, magyarul, úgyhogy megértse az is, aki mondjuk egy 500 fős, vagy 500-as szókincsen rendelkezik, amivel mondjuk egy Blikk újságot el tud olvasni, meg megértse az is, aki mondjuk Arany Jánosi szinten beszéli valójában a magyar nyelvet. És ez hiányzik ma az országból. Két dolog jutott eszembe, amint hallgattam egy doktor úr, az egyik az az, hogy ugye most itt arról beszéltünk, hogy még akkor is szedik az emberek a gyógyszert, mert hozzászoktak, amikor nem kéne. De mi van azzal, és pont egyébként a vérnyomás csökkentő szerekről jutott ez eszembe, ez gyakori, hogy valaki elkezdi szedni, és azt mondja, hogy én elhagytam, mert most már jó volt. Így van. Ez a gyógyszer akkor így ott üvölt, meg a égnek áll a haja az orvosnak, hogy nem érti. Lenni. Nem igen. Érti, hogy azért volt jó, mert a gyógyszertől, és akkor hadd idézzem szegény nagypapámat, meg hadd, de nagyon makacs ember volt, aki konkrétan a feleségemnek, aki háziorvos, mondta azt, hogy jaj, ez a kis pici bogyó, mit csinál az én vérnyomásommal? Persze. Hát, tehát, hogy... Igen, többféle szerrel kapcsolatban vannak ilyen vizsgálatok, ugye, talán az egyik, amivel én először találkoztam a legmegdöbbentőbb, krónikus obstruktív tüdőbetegség, ez a bizonyos COPD, ami ugye fulladás, bőváladékozás, terhelhetőségnek a jelentős lecsökkenésével jár együtt, ugye elmegy a beteg az orvoshoz, tüdőgondozó, fölírnak neki 2-3 készítményt, és megnézték, hogy egy évvel az első készítmény fölírását követően 50%-kal csökkent a receptkiváltásoknak a száma. Mert jobban vagyok tőle, jobb
jobban érzem magam, akkor mi a francnak szedjem ezeket a gyógyszereket? És itt ugye olyan betegségekről van szó, magas vérnyomásbetegség, cukorbetegség, stb., ami nem gyógyítható, amihol állapos stabilizásra tudunk törekedni, vagy a romlásnak a lassítására, és ezeknél bizony megint a kommunikációnak óriási nagy szerepe van, ami nem feltétlenül ma már így face-to-face kommunikációnak kellene lennie, hiszen tök jó alkalmazások állnak rendelkezésekre, és ma már az, hogy valakit online megkeresek, online kommunikálok a betegemmel, és így tovább, hát ma már nem ritkaság, jó, Magyarországon még ilyen nincsen, de legutóbb, amikor kint voltunk Amerikában, és ugye ott a Fifth Avenue-n van egy zseniális pipa bolt, úgyhogy ugye pipázom elég régóta, és hát ugye oda bementünk, és ott ugye az egy pipaboltba volt bemenni, és ez nem olyan, mint a közértből, hogy összeszedem, azt kifizetem. Az egy program, az egy másfél órás program, szegény feleségem ezt mindig ugye végig szokta tolerálni velem szemben, és ott például elkezdtünk beszélgetni az eladóval, akinek elkezdett valami pittyegni útközben, hogy a bocsánat, mert éppen most a vércukor szintem kommunikál a házi orvosommal, aki mit tudom én, pár mérföldre volt tőle, és ő visszajelzi, hogy akkor kell emelni éppen akár az inzulin szintjét. És megint ugye miről van, szóval nem kell elmennem az orvoshoz ahhoz, hanem ma már ugye ezekkel a korszerű módszerekkel az online kommunikáció is tökéletesen jól működhet. Szóval az orvos-beteg kapcsolat ugye Magyarországon az Unióban a legmagasabb az egy évre első, egy főre első orvos-beteg kapcsolatoknak a száma. Ugyanakkor, ha megnézzük a magyar átlag egészségügyi kultúrát, a megelőzhető betegségekkel kapcsolatos halálozást, hát béka segge alatt vagyunk. Nagyon. Hát a megelőzhető betegségek halálozásában az Unióban elsők vagyunk. Nem megyünk el szűrővizsgálatra, nem figyelünk oda magunkra, rengeteg-rengeteg oka van ennek. Szóval azt gondolom, itt a kommunikációnak óriási nagy szerepe lenne. Pontosan akár az alaptémánknak, ugye az ópiát típusú vagy ópiai típusú szereknek a használatában is, hogy elmondani a betegnek, miről szól, hogyan használja, milyen szövődményei, mellékhatásai lehetnek, és mondom, ehhez nem kell az, hogy én lemenjek a házi orvoshoz, a szakorvoshoz ide-oda, és időpontra majd, ha most kérek, talán 3 hónap múlva kapok rá időpontot. Igen, szóval pont ez, amit most mond doktor úr, mi ezt látjuk, amikor egyébként táplálkozás ügyi szakértőkkel beszélünk. Bármikor, bárkivel beszélünk, mindig azt, nekem mindig azt látom a végén, hogy most is mi van. Az orvosok, házi orvosoknak a jelentős része rendkívül jól és odafigyeléssel végzi a szakmáját. Én azt gondolom, hogy a gyógyszergyárak is azért fejlesztenek, mert ők is igazából azt akarják, hogy javuljon az emberek egészségállapota, stb. Tehát mindenki belerakja a munkát, és a végén ki nem rakja bele az saját felelősségét nagyon sok esetben, mi átlagemberek, a fogyasztók, a betegek, aki túlsúllyal élünk, aki nem vagyunk hajlandók még azt se elfogadni, hogy le kéne adni 20 kilót, hogy azt a gyógyszert, azt a ez esetben mondjuk vérnyomáscsökkentőt, azt szedni kell, mert azért lettünk jobban, vagy higgyük el, hogy ezt viszont el kéne hagynunk, mert ez már nem a fájdalmunkat csillapítja. Tehát, hogy ahogy a Jó Napricsi kollégám ezt megfogalmazta, hogy mi magunk nem rakjuk bele az egészségügyi önrészt, magyarok, nagyon ezt látom, és akkor amíg ezt mi nem rakjuk bele, addig persze szíthatjuk a leromlott, vagy ilyen olyan egészségügyi dolgokat, de hogy amiben nyilván van is igazság, meg ha onnan nézem meg, nem teljesen. Tehát néha meg tényleg azt érzem, hogy emberek, mint ahogy mondjuk ön is, szélmalomharcot vív, azzal, hogy akár itt reggel, korán, munka után rendelkezésünkre áll, hogy ezt átbeszéljük, és aztán az emberek hazamennek, meghallgatják, és azt mondják, ez csak a szomszéddal lehet, vagy ez csak a kollégámmal lehet, vagy ez csak az ismerősömmel, velem nem lehet. Tehát, hogy az egészségügyi önrésznek a belerakás, ez egy óriási probléma szerintem, és addig... De azért nyomjuk ezt. Igen, ablapszerűen, mert ezt kell. Toljuk. De hát ez is megint csak a kommunikáció kérdése. Nézze meg Magyarországon, hogy a rendszerváltozás óta hány népegészségügyi program volt? Ilyen-olyan néven futott. Hány valósult meg ebből? Hát mondom, egy sem. Hát ha nem is egy sem, de nagyon-nagyon kis százalékban voltak egészségügyi programnak. És mondjuk egy nagyon egyszerű dolog. Miért kell ma Magyarországon mondjuk 400 nőnek meghalni méhnyakrákba? Mennyire? Körülbelül 400 nő hal meg évente Magyarországon méhnyakrákba. Amikor mondjuk Finnországban ennek a tizede sem. És ez megint miről szól? A felvilágosításról, a szűrővizsgálatokról. Vajon, most nem akarom önöket kellemetlen helyzetbe hozni, önök is elmúltak 20 évesek, így gondolom. Igen, én 50 is. Na, 50 év fölötti férfiaknál például mondjuk a vastag béldaganat szűrővizsgálat, ami egy tök egyszerű dolog, ugye házi orvoshoz le kell menni, kaki, hogy van-e benne vér vagy nincs. Megcsinálta?
Igen, nagyon és én fontos. Azt nagyon szépen köszönöm a feleségemnek, mert ő beszélt rá, hogy ezt csináljam meg. Ugye? Így van. Abszolút, így mert különben. Van, így van, mert különben lehet, hogy már egy vastagbéldaganat alakulnak ki bennem. Mert különben amit... nem mond volna el, és majd akkor derül ki az a fránya vastagbéldaganat, amikor lesz egy bélelzáródás, amikor már csak fut az ember a történetek után. Szóval miért nem csináljuk meg ezeket ennek a dolgokat? Ennek lehet kulturális oka is, egyrészt. Biztos. A másik a pénz. Egészségesen élni hát nem volt csoda. 110 000 forint volt altatással együtt. 110 000 forintba került altatással együtt. Az endoszkópia. A vastagbéltükrözés. Ami azért és egyébként szintén, jól aludtam, és jól ébredtem. Valljuk be, szintén nem egy leányálom, nem, úgy de, önmagába véve. De altatásban nem lehet érezni semmit. Igen, de megnyugtató, hogy az emberből utána elmondják, hogy nem találtunk semmit. Igen, nagyon jó érzés történet. És azt gondolom, hogy nagyon hálás vagyok a feleségemnek, hogy elküldött. Hogy ezekre mind-mind nagyon-nagyon oda kéne figyelni, és megint miről szól? Kommunikáció, kommunikáció, kommunikáció. Közszolgálati televízióban nyitottam, hogy ezekről nem azt kéne hirdetni, hogy ha megiszod a sört, akkor milyen fantasztikus érzésed lesz, és ott vagy a belvárosi tetőtéri lakás tetőteraszán, ahol jobbra nézel, látod a Gellért hegyet, balra nézel a bazilikát, távolban már ugye a Molltornyot is látod, és így tovább, és így tovább, hanem pontosan ezekről, mert azok életérzést közvetítenek, és nem azt mondja, hogy így jár, hanem életérzést közvetítenek, meg a 25x15 méteres óriás plakáton hirdetett vodka és egyéb más alkoholreklámok. Szóval miért ez? És miért nem inkább az, hogy elmentél szűrővizsgálatra? Voltál nőgyógyásznál? És így tovább, és így tovább, és így tovább. Szóval én azt gondolom, hogy ezekre kéne igazán fontos hangsúlyt érteni. Jó, persze abból a skót viszkiből valószínűleg több idézőjelben haszna van, de ez nem igaz. Mert a szűrővizsgálatok, és ha például Magyarország mondjuk lefogyna, 20-25 kilót az, aki rászorul. Ennek mérhető komoly népegészségügyi pozitív haszna lenne. Nagyon-nagyon komolyan csökkenne a felhasznált inzulin mennyiség, ugye a gyógyszer mennyiség, hiper, magas vérnyomás betegeknél, és így tovább, és így tovább. Ezeket kellene, ezeket a dolgokat erőltetni alapvetően, ami azt gondolom, hogy ennek a kis országnak, ami azért valljuk be, fogyó népességgel bír. Ráadásul most millió egy szar szakadt a nyakunkba, ugye a háborútól, a Covid-járványon, az infláción keresztül, miből fogunk élni, el fog-e tudni menni uszodába, mert tudják-e fűteni az uszodát, és így tovább, és így tovább. Szóval azt gondolom, hogy ezeket kellene valójában nyomni, és nem azt az életérzést, ami azután a sör után van, ami hát valljuk őszintén tényleg jól esik az embernek, de azt, hogy én azt átéljem, annak az esélye azért nagyon-nagyon kicsi. Akkor jól gondolom, hogy doktor úr is igazából egy kommunikációs harcot vív, azáltal is, hogy mondjuk most elfogadta teljesen gyorsan ezt a meghívásunkat, hogy ezt mindenhol el tudja ön mondani, hogy erre figyelni kell, hogy megelőzés, hogy figyeljünk oda az egészségünkre. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és ráadásul nem csak kommunikálni kell, hanem mondjuk az embernek magának is ugye egy példát kell ez ügyben tulajdonképpen mutatni. Jó, 48 éve dohányzom, ami nem feltétlenül dolog, de én ezt abszolút módon bevallom. De a többi be én azért igyekszem egy kicsit azért valójában helytállni, hogy azért ne csak az legyen, na hát ez is ugye ez a bor, meg a víz, meg a prédikálás, meg az ivással kapcsolatos összefüggés legyen. És szerintem ez egy lényeges dolog, és talán így az ember meg tudja tartani a hitelességét, és azt mondják, hogy itt van a kopasz szemüveges szakállas faszi, aki nem biztos, hogy mindig nagy baromságokat szokott mondani. Hát ez borzasztóan nehéz ez a kérdés, mert most, hogyha egy személyes példát kiragadhatok, én dohányoztam, elég masszívan dohányoztam, lelki okai voltak annak, hogy dohányoztam. Ugye ezzel most nem foglalkoztunk, mert inkább a fizikai-kémiai rávezetés és függőség került előtérbe, de azért vannak lelki okai is a kérdésnek, és ez amikor például egy opioid fogyasztott az orvos elé kerül, akkor aztán a levezetés, a leszoktatás az nem csak abból áll, hogy fölírunk neki olyan készítményeket, amik esetleg ebben az úton támogatni, segíteni tudják, hanem azért mögé kell nézni. Ugyanígy a cigaretta vagy az alkohol kérdés is, hogy valóban ez egy trendi dolog, fiataloknál is már meg lehet nézni, hogy a 15 évesen mennyinek van olyan élménye, ami próbált már valamilyen szert, alkoholt, bármit, vagy hozzányúlt a cigarettához, és miért, és azért itt van felelősségünk, és inkább az idősebb korosztálynak, hiszen a fiatal korosztály honnan tudná, hogy ennek milyen ártalmas következményei vannak.
Ugyanakkor fontos az, hogy milyen anyagi forrásokat, mennyire veszi ez komolyan a társadalom, és hogyha bekerül valaki ebbe a problémába, hogy túlsúlyos lesz, hogy drogfogyasztó lesz, hogy alkoholizál, vagy opioid függővé válik, hogy ezt a társadalom hogy kezeli, hogy kirekeszti ezeket az embereket, mert kisebb gondom is van, mert most éppen lövik egymást az ukránok és az oroszok, és hogy lesz itt fűtés, és kit érdekel most éppen az, hogy most 4 gyerek beállt a kispesti vasútvégállomáson valami, nem tudom én mitől, de holnap, amikor ezek a dolgok véget érnek, azok ott maradnak, és tartósabb olyan problémákat tudnak szülni, mert nagyon ragadósak tudnak lenni. Azok a problémák, hogy én látom a saját barátaimon, akivel több időt töltök, mint a szüleimmel, akiknek a véleményére egy idő után sokkal többet adok. Tehát igenis fontos, hogy szálljunk arra rengeteg pénzt az iskolákban, a közegészségügyi intézményekben, hogy felvilágosító, ahogy a doktor is mondta, felvilágosító kampányok legyen, és ezt ne unjuk meg. Mert egy idő után az ember elmegy, kivizsgáltatja magát, mondjuk én is megnézettem a CT-vel a koszúráreket, stb., mert egy barátunk elment, nem olyan régen fiatalon, és ez rádöbbentett arra, hogy akkor tulajdonképpen utána nézzek, mutatja, hogy magas a koleszterin, elrohantam CT-re, mert akkor nézzük a végét, hogy van-e már lerakódás, és olyan a mint egy csecsemőnek azt mondják, tehát most akkor hátra dőlhetnék, hogy majd 15 év múlva elég lesz vele foglalkozni, nem tudhatjuk. Persze, nem abszolút. Tudhatjuk, hogy 15 év múlva, lehet, hogy holnap. Igen. De megnyugszunk. Végighallgatunk egy előadást, meghallgatjuk ezt a műsort, elgondolkodunk rajta, még estig a fejünkben van, de már jön szembe velünk rengeteg minden, és elengedjük ezt a problémát. És hát ez a legjobb példa, de szerintem a televízió híradó szokott lenni, amikor az ember lát egy 2,5 perces hírt valahonnan, valami tragédiáról, ebola járvány Afrikába, és akkor nézzük azokat a borzasztó körülményeket, rettenetes, majd jön a következő hír, hogy mit tudom, Jászberényi állatkertben ormányos medvék születtek. Érdekel ebola? Érdekel Afrika? Hát olyan kis cuki ez a kis állat, nem? Hát röfög, meg hegyes orra van, meg gombszeme van, és már is lépünk tovább, és ezért kellene alapvetően azt gondolom ezeket az alapinformációkat nagyon-nagyon-nagyon súlykolni az emberekbe. És akkor még például ugye itt beszéltünk Amerikáról, ezek a csúnya amerikaiak, hogy eszik itt az opioidot, meg 2 millióan, meg meghalnak, meg és így tovább. És Magyarországon az altató nyugtatószer függőség, amely egy abszolút dark side of the moon, hogy például tökre mérhetően ugye a járvány kezdete után több mint 500 000 dobozzal megemelkedett az altató nyugtatószerek eladása Magyarországon, ami alapvetően miről szól? A járvány okozta pszichés negatív hatásokról, és nem arról, hogy átestem a betegségen, mert a Magyarországon átesett 2 millió ember legalább. Meghaltak ugye 50 000-en legalább, de hanem arról, hogy a lakosságot mennyire érintette pszichésen ez a járvány, hányaknak, és most nem azért, mert átesett rajta, meg elvesztette hozzátartozó, de csak amúgy is az a szorongás, a bezártság, ugye, amikor itt minden le volt zárva, ami ráadásul ugye a fiataloknak hogyan jelent meg, ugye a klasszikus iskolai szorongás, utána jött a járvány szorongás, utána jött a háború szorongás, ugye most jön a gender szorongás, amivel éppen együtt élnek most a gyerekek, hogy ez mennyire jól működik, és Pászti Beáttól hallottam, akivel szerintem szintén érdemes lenne őt leültetni akár ebbe a székbe, zseniális gyermekpszichológus, ugye az Egyes Gyerekklinika Pszichiátriai Osztályának a vezetője. Egy legutóbbi előadásában azt mondta, hogy minden 7. magyar fiatalnak van valamilyen pszichés problémája. Most gondoljanak bele. Hetedik? Aha, gondoljon bele, egy 28 fős osztályból 4, és ez nem azt jelenti, hogy skizofrén, vagy már, hanem van valamilyen pszichés probléma, amitől ő esetleg szorong, amitől ugye táplálkozási zavarai vannak, és így tovább. De nagyon-nagyon elmentünk ugye a kiindulási dologról, de még egy érdekes történetet hagy meséljek el itt az egész opioiddal kapcsolatban. Gondolom, önök is látták, szerintem zseniálisan jó film, hát egy klasszikus krimi, ugye, ami a Boston Marathonról készült, ugye, ahol történt ugye ez a robbanás, 3-an meghaltak, rengeteg sebesült volt, és lett ebből egy játékfilm, ennek ugye Mark Wahlberg játsza ugye a főszerepét, aki egy rendőrt játszik, egy utcai közrendőrt, akinek az volt a területe, ahol ugye a befutó volt, ahol a robbanás történt, és megtörtént a robbanás, ugye káosz, sérültek ide-oda-amoda, és ugye Mark Wahlbergnek is az volt a feladat, hogy bemenjen a kórházba, és ugye ott a sebesülteket kikérdezze, látott-e valamit, jött-e valaki táskával, táska nélkül, stb. És ugye ott vagyunk a sürgősségi osztályon, rengeteg kiabáló ember, ugye, hát ugye, sérültek, stb. És ugye neki a felesége ott dolgozik az osztályon, és hát
sokadik embert kikérdezte, és elkezdett fájni a feje. És oda megy a nővérpulthoz, ismerős nővér van, azt mondja, fáj a fejem, adjál már valami gyógyszert. És akkor a nővér visszakérdez, mit kérsz? Paracetamolt vagy oxikontint? És erre azt mondtam, hogy micsoda? Hát abszolút nem ugyanaz a falsúlyú készítmény a kettő, és ez is jellemző, ez a filmnek a 43. percében van, mert beépült a kultúrába. És ezt direkt rakták bele a filmkészítő? Nem hiszem. Vagy ez csak a doktor úrnak tűnt fel, meg a szakma belőle. Hát lehet, hogy csak nekem tűnt föl, de hogyha esetleg megnézik a filmet, ami szerintem amúgy igen, egy tök jó film. Én láttam ezt a filmet, de nyilván nekem nem tűnt fel. Hát ott a 43. perc környékén van, hogyha visszatekeri majd ugye ott a kazettát, ami persze már nem kazetta, akkor erre érdemes erre az egy mondatra, hogy mit kérsz, paracetamolt vagy oxikontint? Ez nagyon érdekes, tényleg. Igen, ennek a neve, ennek a készítménynek egybefort. Ennek már pejoratív kicsengése van. Igen. Miközben azért, amit okozott, és ami lett belőle, ugye a származékok, és a szintetikus drogok, stb. Azok meg, hogyha azt említik meg, hogy mondjuk Fentanilt mondott volna neked, azt lehet, hogy elsiklanak felett. Abszolút, igen. Itt ugye? Ráragasztottak egy bélyeget, ugye, az oxikontin, ami mellesleg nem rossz gyógyszer, szóval most nem arról van szó, hogy ezt erre kell átkozni, ugye, ezt a készítményt, mert megvan a maga indikációja. Csak ugye pontosan az, amiről itt az elmúlt egy órában beszéltünk, hogy azokra a problémákra viszont nem hívták fel a figyelmet, mert tényleg képes arra, hogy ugye lassú felszívódással tudjon fájdalmat csillapítani, és így tovább, és így tovább. De ugye ezért mit kell valójában fizetni, hogyan kell ezt az egész történetet kezelni szakmailag, etikailag, szakmapolitikailag is természetesen, ez tényleg egy ilyen nagy füstködömből időnként így kinyúlt valaki, és valami kis pöttyintést ott elhelyezett az emberekbe, mert ha ez egy jól működő kommunikációs engedélyezési eljáráson ment volna keresztül, akkor biztos, hogy a világ valójában nem itt tartana. Hát nagyon érdekes, doktor úr, mert mindig ez történik, amikor szakértővel beszélgetünk, hogy elindulunk egy problémán valamerre, és aztán a végére odajukadunk ki, hogy 3-4-5 végtelen elágazása lenne, és mindig azt mondom, hogy ezt folytatnunk kell, hiszen annyi új ajtót nyitottunk ki, de most mégis a műsor lezárásaként az lenne a kérdésem, mégis Amerikából indultunk, az opioid botrányból indultunk, de hát nyilván megérkeztünk Magyarországra, hogy Mi a fő üzenet úgy általában a hallgatóinknak, nézőknek, akik egyébként 14-től 99 évig tartó emberek, hogy mire figyeljenek oda az életükben, amikor az egészségükről van szó? Saját magukra. Ezt nagyon egyszerűen lehetné mondani, hogy tényleg figyeljünk oda saját magunkra. Egy egészségünk valamit, hogyha eljátszunk, akkor utána azt nem fogjuk tudni visszaszerezni. Ezek olyan nagy szavaknak tűnnek, de sajnos ez igaz. Azt kell, hogy mondjam. Dr. Zahár Gábor, nagyon szépen köszönjük. Attila, neked is nagyon szépen köszönöm. Akinek tetszett ez a podcast, kérjük, iratkozzatok fel a Concord csoport nevű YouTube csatornánkra, vagy a Concord podcastra, az Apple podcast, a Spotify podcast és a Google podcaston, illetve írásainkat pedig olvassátok a concordblog.hu-n.